Üdvözlök mindenkit, én Jack vagyok, és ez itt a FIFA 14 Ferencvárosi TC karrierem negyedik epizódja. Sajnos egy kicsit később rakom fel egy pár nappal ezt a videót, mint ahogy a Fradi a videóton ellen lejátszott a mérkőzését. 1-3, de jött kétszer is megint. Mert az előző héten nem nagyon volt időm felvenni a videót, egész héten melóztam, esténként pedig buliztam. Ez már az a része, ami az én hibám, a meló az nem. De most itt vagyok. Viszont mostantól nem nagyon lesz arra lehetőségem, hogy kommentáljam a videókat. Azért most annyi videót felveszek, amennyit csak tudok egyszerre. És hát, hogyha majd később lesz ilyenekre is lehetőségem, akkor azokat kihasználom. Akkor kezdjük is bele, gyorsan nem húzom az időt. Győri Eto'o, Rage Game-re lehet számítani. Biztos vagyok benne, hogy be fogok rage-elni. Mert miért ne tenném? Böde Dani vezeti a góllövő listát, mármint élőben. Itt sikeresen lőttünk eddig egy kőkemény gólt. Nagyon ügyesek vagyunk, jó van. Akkor menjünk tovább. OTP Bank Liga. Kamenáról szerintem meg fog gyűlni a bajom. Ezt nem nézzük végig, mert az idő most nekem nagyon számít. Most mindenképpen a mennyiségre megyek rá egy videók terén. FIFA videók terén. Ez mindenképpen most a fősorozatom, és nem szeretném, hogy ez... Jó, ez a miénk dobás. Hú, nagyon rossz a fényviszonyok a szobámban is, a pályán pedig abszolút. Mondom, megpróbálom a lehető legtöbb videót végigdumálni. Amennyire csak tudom, de innentől kezdve ez nehezebb lesz, mint eddig, és hatalmas lagjaim vannak amúgy. Most nem értem, pedig semmiféle háttér, én nem nagyon megy, ami nagyon lefoglalná a gépemet. Ez nagyon szép beadás volt, ez nekünk végül is csak jó. Az szép volt, Leonardo az ott maradt rendesen. Az Eto'o Parkban játszunk. Sajnos a Győri Eto'o az már nem, nincs az NB1-ben. És mik ezek a laggok? Remélem nem fogok ez miatt csúszni. Ezek egyfolytában laggolok. Ez... Fú. Most talán megjavul, mivel most fix 30-on vagyok. Most miért Jennernek passzol? Te azt te sem tudod, szerintem. A szokásos FIFA marhasság, hogy... De Leonardo... Mondjuk Leonardo-ról nem lehet panaszolni, és a Fradi egyetlen egy gólját, ami nem öngól volt, azt ő vitte. Talán a másodikat is ő fogja? Igen. Santiago Leonardo góljával vezet a Ferencváros idegenben a Győri Eto'o ellen. Hát ez nagyon jó. Ezt most meg kell tartanunk mindenképpen, sőt lehetőleg javítanunk is kellene rajta, talán most be bírunk jönni az első 10-be. Megint csak megtolja a labdát. Mondom, Leonardo-ról nem panaszkodok, szerintem egyedül ebben a csapatban, hogy talán jól van. Az a kezdés, mindig a helyzet magaslatán van. De... Igazából akivel nagyon nem vagyok megelégedve, az volt az Jenner. Nem tudom, miért Walportot akartam mondani.
Ó, jó, Eszkó. Nem is volt ez annyira rossz, bár ezt innen az ismétlésből lehet látni. Hát azért egy jó méter, fél vagy egy méter volt azért a kapu és a labda között. Volt az szerintem egy is. Hát ezt a szultánon zőztem, és nem kellett volna. Hát ilyen erről tényleg nem lehetek megelégedve, tehát... Ez megint csak a zőzés volt. Tehát Jenner ilyen helyzetből kapufát fejel, abszolút ki fog kerülni a csapatból. Vagy pedig... Utána annyi esélyt adok neki, hogy Volkovtal helyet cserél. Ujj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 
Hátulról csúszott be, ez azért így. Szerintem egy piros lapot is megért volna. Megérdemelt volna ezért Walport. Ez viszont már... És nincs lap. Ez is hátulról csúszott be, ennek is most hátulról csúszott be, és az is azért... Mi volt ezekkel a becsúszásokkal? Vigyáznom kell, mert így előbb-utóbb... Jaj, így delaggolok. Rudolf, hát tőle félek. De most komolyan, ha Ionescu passzol, akkor miért? Arra, Jovanović. De Jovanović megint megtolja a labdát. Az szép volt, hát akkor ne szerezd meg a labdát, kérlek szépen. Még az első fél időnek. 1-0-ra vezetünk, de... Hát nekünk van több lehetőségünk, ez nyilvánvaló, de... Abszolút nem érzem azt, hogy veszélytelen a Győr. Viszont ez most egy szép lövés volt Szomáliától. Sajnos nem bírta gólra váltani. Hát azért eléggé fölé ment, igen. Ez a kapus verve volt. Szerintem, nekem az volt erre a vélem, hogy ez befért volna a léc alá, éppen vagy akkor bement volna. Te Jovanović megint megtolja a labdát nagyon. Nem vagyok megűfnek elégedő, pedig jó játékosok voltak, amikor a Sadiban voltak. Tehát Jenner is és Jovanović is. Nagyon bírtam őket. Jó, Jenner, az még most is. Nagyon jó. Akkor... És egymást zavarják a védők, és ebből fogunk gólt kapni. Ne szórakozzunk már, emberek, hát. A Walportnak már sárgája is, ennek is nagyon örülök. És most miért 10 Szomália kaptam, amikor Leonardónak akartam passzolni, azt abszolút nem értem. Én ehhez csak egy földi halandó vagyok, hogy megértsem a FIFA logikát. Nagyon laggolok, hát mi ez már? Ez a labda nem jutott sokáig. Hát hogyha ezt kihúzzuk úgy, hogy nem kapunk gólt, hogyha esetleg rúgunk még egyet, és ez most Szomáliának köszönhetően talán összejöhet. És kapufa! Jennerig pedig már nem jutott a labda. Hoppá! 2-0. Az a Julian Jenner, aki eddig a legrosszabb formájában van szerintem. Az életében. Folyamatosan kapufákat lőtt, folyamatosan mellé durrantott a hatalmasabbnál hatalmasabb lehetőségeket. Most viszont belőtte a Fradi második támadát, hát erre nem számítottam. Azt hittem, hogy kemémes lesz, hogy nem lesz ekkora különbség majd. Elnézve az eddigi formámat.
Azon nem volt les. Valamit, mint hogyha mutogattak volna a játékosaim, hogy les volt, de ezt én is láttam, hogy ez nem volt az. Próbálják elvenni a labdát, még lövdösődés is támadhat. Andrić. Kamber. Től veszi el Volport. Jenner indulhat meg a szélen, megint csak. És Volport nem bírja előni. Ott van viszont még Leonardo, és megakad egy védőben. És így Kamenár könnyen felszedi. Viszont nem akarom megállítani akkor sem ezt a sorozatot, hogyha nem bírom hanggal rögzíteni, mert mint kommentárral. Akkor is folytatódni fog. Valamit kitálok arra az esetre, hogyha ez így történne. Miért passzolt el Szomália olyan helyzetből, azt nem értem. Lehet, hogy kommentár nélkül lesz, és majd teljes erőre felrakom Hajdú B. Istvánt, és Faragó Rihárdot, bár az abszolút nincsen kedvem. Nyilván jó lenne az, hogyha rendesen bírnék. Hát Józsi! Jön be! Ez abszolút jó bedobás volt, és most Ionescu-nak meg. Hát Józsi György ugye, amikor úgy döntött, hogy hosszabbít, akkor én azt mondtam, hogy nem. És felraktam átigazolási listára, hogy ez még nem akkor, nem tudom most pontosan. Lehet ez a másik karrieremben. De azt mondtam, hogy nem kell ide. Felraktam átigazolási listára, és hát pont a Győri Eto'o vette meg. És most itt van. Egy perces hosszabbítás, valószínűleg már fordítani nem tud. Egyenlíteni sem. Ejj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 
Hát nem volt labda, de... Abban a bírónak teljesen igaza volt, hogy nem adott lapot. És ezt a mérkőzést is behúztuk, Végre megvan itt is talán a megvan három pontunk. Talán beléptünk az első tízbe most már a tabellán. Egy nagyon-nagyon rossz kezdésen voltunk túl, és most már feljutottunk a negyedik helyre. És egy ponttal vagyunk lemaradva már csak a Mezőkövestől, tehát itt most a másodiktól a hatodikig sorra vannak a 7 pontos csapatok, és egyedül a Mezőkövest 8 pontos. Következő meccsünk az, ha jól tudom, a Puskás Akadémia ellen lesz. Igen, ezt azonnal felveszem ezután a videó után, de addig is. Sziasztok!